Finisbe érkezett az előválasztás második fordulója, amelyben eddig több mint 440 ezeren voksoltak. Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, hogy a külső körülmények Dobrev Klárát segítik. A DK szerint azonban a Fidesz Márki-Zayra mozgósít. Az elmúlt napok eseményeiről Németh Péterrel és Szerető Szabolccsal beszélgetünk. Itt vannak már a stúdióban Németh Péter, a Hírklik szakmai vezetője, és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang újságírója. Szervusztok, jó estét! Jó estét! Egy nap van hátra, tehát tényleg a finisében vagyunk az előválasztásnak. Ami látszik, hogy nagyon magas a részvétel, pedig emlékszem, az elemzők azt mondták, hogy hát azért valószínűleg a második fordulóban nem lesz ekkora a részvétel, de nem így lett. Mit gondoltok, mi az oka, hogy ennyien mennek most elszavazni? Én azt gondolom, hogy olyan magasra csapott az érdeklődés és a feszültség, és átérzik azok a szavazók, választók, akik egyébként az első fordulóban is elmentek, és új több mint 100 000 szavazó, hogy nagyon nagy a tét. Hogy valódi verseny lesz most 2022-ben, hogy van lehetőség tényleg a Fidesz legyőzésére, és ki a maga ízlése szerint muszájnak érezte, hogy elmenjen szavazni. Tehát ez az alapvető magyarázat, hogy ezek az emberek, ezeknek elegük van a Fideszből, le akarják váltani a Fideszt, és most éreznek rá esélyt, hogy leváltsák. Úgy látszik, hogy az a múlt heti húzavona, ami elég szerencsétlen elemeket is tartalmazott, ugye ez a kilép vissza kinek a javára, ez végül is nem vett el a választók kedvét attól, hogy részt vegyenek ezzel a szavazáson. Másrészt az is látszik, hogy az, hogy keményebb ütésváltások kísérik ezt a második fordulót, az egyértelműen kimondható. Ez is inkább úgy tűnik, hogy mozgósító erővel bírt. A tét is nyilván sokkal jobban megfogható akkor, amikor két szereplősre szűkül le egy mérkőzés, akkor nem megspórolható az, hogy bizonyos esetekben ugye keményebben is odaszóljanak egymásnak ezek a jelöltek, és ez még egyszer mondom, úgy tűnik, hogy nem elriasztja, hanem inkább vonzza a választókat. Így van, mert hogy ez megtörtént ezen a héten. Nem, az a paradox helyzet állt elő egyébként annak idején, amikor egy családon belül fideszes és baloldali szavazók voltak, hogy egy iszonyú viták vannak, és nem állnak egymásra szóval. Van a Dobrev, szóval, Dobrev és Márki-Zay. Igen. Egyébként a magas részvétel szerintetek kinek jó? És kinek kevésbé? Ugye Márki-Zay Péter azt mondja, hogy ha jól emlékszem, 500 ezer fölé teszi. Ha 500 ezerig, akkor Dobrev Klárának, a fölött neki jó. Ez mennyire támasztható szerintetek alá? Szerintem sem ennyire. Tehát ez egy közszurkálás tulajdonképpen. Az, hogy nagyon sok fiatal vesz részt, arra azt mondják az elemzők, hogy az inkább Márki-Zaynak kedvez. Tehát, hogy egy új generáció belépett a politikai térbe, és az új generáció valami újat akar. Ez az egész procedúra egyébként arról is szól többek között, a végeredmény, hogyha Márki-Zay nyer, hogy nagyon sokan elutasítják ezt a pártrendszert, ami ma Magyarországon működik. Ezzel számolni kell. És ezt már az első forduló is megmutatta akkor, amikor némiképp szétverte a Momentumot, némiképp szétverte a Jobbikot. És az is meglepetés volt, hogy a harmadik helyre került. Szabolcs, szerinted sem számít igazán, hogy milyen a részvétel? Nyilván számít, csak utólag fogjuk megtudni, hogy ez kinek kedvezett. Ugye nagyon jól emlékszem, hogy a 2018-as választás előtt az egy axióma volt, hogy a magas részvétel inkább az ellenzéknek kedvez. Magas volt a részvétel, és nem az ellenzéknek kedvezett. Itt azt gondolom, hogy egy logikus feltételezés, hogy azt lehet tudni, hogy ugye Dobrev Klára, aki maga mögött tudja a talán legszervezettebb ellenzéki pártnak ugye a támogatását, ugye a demokratikus koalíciónak, az üzembiztosan el tudja vinni minimum annyi szavazót, mint amit az első fordulóban el tudja hozni magával azokat a szavazókat. Nyilván az a kérdés, hogy mekkora tartalékai vannak, az biztos, hogy Márki-Zay Péternek jelentős tartalékai vannak. Én is azt gondolom, hogy a fiatalok megjelenése inkább neki kedvezhet, de azért abból, hogy ebből most akkor olyan kijelentést tenni, hogy nem tudom, hány százezertől kinek áll már inkább az ászló, szerintem ez elég kockázatos. A legenda az egyébként, és ez számra nagyon meglepő, hogy a főváros egyértelműen Márki-Zay párti, hogy vidéken nominál Dobrev Klára, és a fővároson pedig pont ellenkezett. Tehát, hogy ez meglepő? Igen, engem meglep, hogy a liberális értelmiségi... Miért? Ha Karácsony Gergelyre gondolunk, aki ugye odaállt Márki-Zay Péter mögé, az első fordulóban meglátszott tulajdonképpen, hogy Dobrev Klára vidéken... Igen, de itt valamiféle értékválasztásbeli problémát is kell, hogy lássunk, mert Karácsony Gergely baloldali programmal lépett föl, és az nem tagadható, hogy Márki-Zay
Péter nem feltétlenül egy baloldali politikus, hirdeti is magáról, hogy egy keresztény konzervatív politikus, még akkor is, hogyha a programokat hajlandó átvenni, és baloldali programokat átvenni. Ez az egész előválasztás, mintha ezeket felülírta volna. Teljesen. Ki bal, ki a jobb oldali. Hát ugye itt egy olyan pártszövetségről van szó, a hat pártszövetségéről, amelyeknek régebben hát el nem tudta volna senki képzelni, hogy a Jobbik a DK-ban. Igen, de itt a második fordulóban nem a pártszövetség dominált. A nagy kérdés az, hogy vasárnap a hétfőtől azt fogja dominálni. Azért ez a bal-jobb törésvonal az pont most jelent meg újra, most került felszínre újra ebben a kétszereplős vitában. Most az utóbbi kizal... napokban. Igen, tehát ez azért teljesen világos, hogy a Dobrev Klára nagyon sokat beszél arról, hogy amit ő képvisel, az baloldali. Azt is mondja Márki-Zay Péter, hogy sokszor ő érzéketlen tekintetben. Márki-Zay Péter azt mondja, hogy ő ezt a felelőtlen osztogatást utasítja el, és mondjuk néha odaszúr Dobrev Klárának, hogy egyébként a 2010 előtti kormányzás az valójában mennyibe volt tényleg baloldali, ezzel kapcsolatban lehetnek kétségek. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez egy ideológiai törésvonal is elég világos ebben a vitában. Az egy más kérdés, hogy az a pártszövetség, ami mögöttük áll, ott már valóban elmosódnak ezek a törésvonalak. Az kétségtelen egyébként, hogy Dobrev Klára az utóbbi napokban, még ráadásul ennek az utolsó hétnek, a kétszereplős hétnek a második félében koncentrál rá erre a baloldali retorikára. Én azt gondolom egyébként, hogy az a vita, amit az RTL-en láthattunk, az elsősorban a két szereplők nagyon más felfogásáról szólt. Az egyik, Dobrev Klára láthatóan szakmailag akarta megnyerni ezt a vitát, és szerintem meg is nyerte szakmailag, miközben Márki-Zay Péter inkább politikailag akarta megsemmisíteni Dobrev Klárát. Ugye itt is előkerült, minden egyes szakpolitikai kérdésnél elővette a 2010 előtti időszakot. Vagyis azokat, akik jobboldaliak, akik a Gyurcsány kormányt, ez a látens gyurcsányozás, azokat szólítja meg, azt hiszem ez a mostani beszélgetésedben is visszautalt, visszautalt rá az adópolitikára. Tehát ez egy nagyon tudatos. De ugye úgy utal vissza, hogy ki tudja azt hitelesebben elhitetni az emberekkel, hogy nem tér vissza a 2010. Kinek hiszik el, hogy nem lesz adóemelés, adócsökkentés lesz, tehát hogy ő ide vezeti ezt. Igen, annyival azért vitatkoznék a Péterrel, hogy most akkor kit akart megsemmisíteni, azért nagyon erősen kezdett Dobrev Klára, amikor azt mondta, hogy alkalmatlannak tartja a miniszterelnöki pozícióra, és ugye itt ilyen mentális, meg állóképesség. Képességbeli problémákat is felvetett, ezek nagyon, nagyon erős kijelentések. Ahhoz képest aztán a vita során ez már így enyhült. Hogy a műsorvezető kezdte azzal, hogy tisztázzuk az elmúlt napok egymásra szórt vádjait, és megszólította Dobrev Klárát. Tehát nem lehetett nem erős felütéssel kezdeni. Tehát nem arról volt szó, hogy az első gesztusa pont az volt Dobrev Klárának, hogy nem erről akartam beszélni. De ha már így van, és akkor valóban ilyen kemény szavak. Hát igen, mert szerda az a közepe volt a hétnek, és annyira feszült volt akkor, igen, már, és olyan pengeváltások voltak. Egyébként, hogyha itt maradunk, bocsánat, Szabos, mondhatod, csak a vitákat akartam kérdezni, hogy szerintetek ezekből a pengeváltásokból ki jött ki jobban? Most már talán vége van, hát a holnapi nap van még, kommunikációs szempontból mit gondoltok? Én megint csak azt tudom mondani, hogy ezzel érdemes várni két napot, hogy megmondjuk, hogy kinek kit tartottak a választók, vagy a második fordulóban résztvevő választók hitelesebbek. Én inkább azt mondanám, hogy ki milyen stratégiát képviselt a vitában, és azt gondolom, hogy Márki-Zay Péter volt az, aki talán felismerte azt, hogy ígéretversenyben most nem érdemes részt vennie az ellenzéknek. Gyakorlatilag ezt a versenyt ugye Orbán Viktor erre a pályára nem érdemes felmenni, amikor a miniszterelnök gyakorlatilag kiosztja a költségvetést a választás előtt, és valóban kisöpri egyébként a padlást, és eközben ugye a hiteleket is felvesz. Tehát az valószínűleg nem egy hiteles szöveg ebben a helyzetben, hogy valaki azt mondja, hogy jó, most ennyit ad a kormány, és majd mi kétszer annyit adunk. Nem ezt mondta egyébként Dobrev Klára, de azért ő sokkal merészebb volt az ígéretek tekintetében. Tehát a Márki-Zay Péter nagyon hangsúlyosan egyébként a korábbi vitákban is már szembe helyezkedett ezekkel az ígérgetésekkel, tehát sokkal megfontoltabban fogalmazott. Ez egy újszerű stratégia egyébként a magyar választások történetében az utóbbi években, ezzel nem nagyon próbálkozott még senki, de lehet, hogy éppen ez lesz most a nyerő és a hiteles. Szóval nehéz eldönteni egyébként, mert egy barátom éppensége leszúrt azért, hogy nem írtam meg azt, hogy szerintem ki nyerte meg.
De én úgy láttam, amit az előbb hangsúlyoztam, hogy politikailag talán Márki-Zay Péter, szakmailag pedig Dobrev Klára, hogy most aztán ki hogyan viszonyul hozzá, megint csak egy ilyen kulör lokál, hogy a teniszpartnereim egyike azt mondta, hogy lemosta Márki-Zay Dobrev Klárát, a másik a háló túloldalán azt mondta, hogy pont fordítva. Akkor döntsük el. Mi nem írtad meg? Na, elmegyünk egy rövid reklámra, és akkor jövünk vissza veletek, folytatjuk. No, folytatjuk tovább Németh Péterrel és Szeretős Szabolcssal. Ott a vitáknál tartottunk, vagy ott hagytuk abba, és arról is beszéltünk itt, elárulhatom a nézőknek a reklám alatt, hogy a Fidesz vajon a kampányban, majd a 22-es kampányban mennyire fogja ezeket felhasználni, és hát még a listaállításról nem is beszéltünk, tehát nyilván nincsen teljesen vége ezeknek a vitáknak és pengeváltásoknak. Mekkora muníció ez a kormánypárt számára? Én azt gondolom, hogy persze, hogy fel fogja használni, most is egyébként ez az üzenet, hogy azon túl, hogy az egész egy színjáték, az, hogy ez hogy ilyen csihi-puhi, hogy vagdalkoznak egymással, ez korábban is volt a veszekedő ellenzék, az mindig is egy ilyen fordulata volt a fideszes kommunikációnak, tehát felhasználnak, de azt gondolom, hogy azért nyilván ennél erősebb fegyverekkel fog készülni a Fidesz, mint hogy most azt előszedje, hogy mit mondtak egymásra ezek a jelöltek. Tehát azt gondolom, hogy akármelyikük is lesz a nyertes, Dobrev Klára vagy Márki-Zay Péter, tehát nagy közhelyez, óriási offenzívával, támadással kell szembenéznie. Hát nyilván azokat a mondatokat, amelyeket fel lehet használni, azokat eltárolják. Mindig is így működött a Fidesz. Én emlékszem olyan választási kampányra, még 98-ból vagy 98 előtt, hogy minden olyan rendezvényen ott kellett lenniük a kollégáknak, mármint a jobboldali kollégáknak, ahol a baloldal megszólalt, és ott rögzíteni kellett, hogy, és amit később fel is használtak. Ebben nincs változás, tehát ez a fajta kommunikációs stratégia, ez változatlan a Fidesznél. Azt nem tudjuk, hogy mi az, amit még megpróbálnak előbányászni, mi az, ami már be van tárolva, mint ahogy be volt tárolva ugye 2006-ban Gyurcsány beszéde számukra, és kivárták azt a pillanatot, amikor számukra a legkedvezőbb. Ugye ezt már mindenki tudja, hogy Orbán Viktornak már sokkal korábban ott volt a birtokában az összödi beszéd, mint mikor előjött vele szeptemberben. És hogy mi az, amit még, és amivel szembesülni fogunk, hogy mi az, ami egy csomó álhír fog terjedni, amit borzasztó nehéz lesz majd megcáfolni. És akkor van az a másik oldal, amiről te beszéltél, hogy mit fog hozni most az elkövetkezendő időszak, mert azt hiszük, hogy béke jön az olajfák alá, de nem fog béke jönni. Igen, mert ugye azt mondják, hogy hétfőtől béke, de hát itt még meg kell a listában állapodni. Hát igen, és hogy itt is már magasra tette a lécet Márki-Zay Péter, akkor, amikor ugye kijelentette, hogy Gyurcsány Ferenc nem lehet a legjobb öt között. Következésképp már átszólt, mint emlékezünk vissza annak idején Botka László, az egyik konfliktus ez volt, hogy átszólt a másik párt, hogy hogyan viselkedjen az elnöket. Hát ma a legnagyobb ellenzéki párt elnökére azt mondta, hogy ez nem lehet ott, mert az taszít, hát ez legalábbis egy kázus belli. Szabolcs, mekkora viták lesznek itt a listaállításból? Hát az ellenzéki összefogásnak a következő próbatétele lesz, ez nyilvánvaló, és azt azért mégsem gondolom, hogy azért szét fog ez esni. Azt gondolom, már erre a vonatra már felszálltak, és erről már nem lehet leszállni áprilisig, tehát itt vannak mindenfajta feltételezések, hogy mondjuk akárki lesz a jelölt, mondjuk most, ha Márki-Zay Péter nyer, akkor a demokratikus koalíció és Gyurcsány Ferenc hogy fog kampányolni mellette, mögötte. Azt gondolom, hogy érdeke lesz kampányolni, hiszen nyilvánvalóan az a lista, amit Márki-Zay Péter vezet, minél jobb eredményt ér el, az annál jobb lesz egyébként a demokratikus koalíciónak is. Tehát, de az országos lista összeállítása az egy kőkemény hatalmi vetélkedés lesz, és e tekintetben nyilvánvalóan, ha Márki-Zay Péter lesz a miniszterük, akkor gondolhatja azt, hogy neki ebbe komoly beleszólása van. Azt, hogy most ki lesz, van egy ilyen üzenet, hogy most akkor az elsődbe bekerül. Nyilván feltételezem, hogy a miniszterelnök jelöltek
ott lesznek a lista elején, akik elindultak, tehát ha ezt megnézem, akkor már az elsődben nincsen benne Gyurcsány Ferenc, de ezt nem kellene megelőlegezni. Az biztos, hogy ezekben a játszmákban a legnagyobb rutinnal Gyurcsány Ferenc rendelkezik. Igen, itt is ugye vannak üzenetek egymásnak, ugye az említett Márki-Zay féle üzenet, vagy az üzenet, hogy nem feltétlen a lista vezető lesz a miniszterelnök jelölt. Tehát ez egy kvázi, ha akarom, egyfajta figyelmeztetés Márki-Zay Péternek. Megnyeri, hiába nyeri meg, ő a miniszterelnök jelölt, nem biztos, hogy ő lesz a miniszterelnök, természetesen választási győzelem esetén. Tehát ezek az üzenetek azért úgy célba érnek, még hogyha meg a nagy közösség... Csinálni, meg tudnák csinálni a pártok szerint? Tehát, hogyha ugye én egyszer ezt elmondtam, én azt gondolom, hogy más legyen a miniszterelnök, én azt gondolom, hogy ez súlyos becsapása lenne a választóknak. Én tovább megcsinálni, jogilag meg tudják. Ez politikai öngyilkosság lenne, én tovább mennék. Tehát azt gondolom, hogy ha aki megnyeri most ezt az előválasztást, majd adott esetben jövő tavasszal megnyeri a választást, mondjuk legyen Márki-Zay Péter, de most akárki teszi ezt, meg ugye nem tudjuk, hogy ez mi lesz még, mekkora esély van erre. Azért ő a választók egy jelentős részének a szemében egy népi hős lesz. Tehát aki 12 év után le tudja győzni Orbán Viktort, azért ha utána a pártok ugye füstös szobákban arról állapodnak meg, hogy akkor mégsem a miniszterelnök jelölt, vagy megválasztják miniszterelnöknek, és mondjuk fél évvel később leváltják, erre igen, megvan mindenfajta közjogi lehetőség, csak azt gondolom, hogy ez politikailag nagyon kockázatos lépés. Szerintem Márki-Zay Péternek nem attól kell tartania, hogyha miniszterelnök lesz, ha lesz, hogy őt megmutatják, gyorsan leváltják, hanem az, hogy mennyibe próbálják beszorítani, ellehetetleníteni az ő tevékenységét. Térjünk még a mostani választásra, mert picit ugye előre szaladtunk 22-re, de hát most még a mába vissza. Lehetségesnek látjátok ezt, hogy a mostani végeredményt mind a kettőjüktől megkérdeztem, egyébként megóvja valamelyikük. Nem volt a válasz, de hát most folyamatosan az megy, hogy itt a Fidesz beszállt a kampányba. Ugye ezek bizonyíthatatlan dolgok, én azt gondolom, hogy nem. Tehát itt felelős embereknek hiszem őket, akik azt mondták, itt nyilatkozták neked, hogy elfogadják a végeredményt. Ha akkor elkezdenek megint csalással vádolni bárkit is, az gyakorlatilag megint ugyanazt eredményezi, hogy ezekben nem lehet megbízni, ezekre 2022-ben megint előre szaladok, áprilisában nem lehet szavazni. Tehát el kell tudni fogadni a végeredményt. Én is azt gondolom, hogy persze láttunk olyat ebben a kampányban, különösen a végén, hogy elhangzottak állítások, amelyek vagy nem volt egyáltalán bizonyíték, vagy kétes eredetű bizonyítékok voltak, nem voltak egyértelműek, de itt azért ez egy komolyabb tét, hogy most akkor elfogadják ezt, és akkor megoldják. Tehát én ezt szintén nagyjából kizártnak tartom, hogy ilyesmi előforduljon. Még egy dolog, a Fideszről vagy a kormányról beszéljünk egy picikét. Mit láttok az ő viselkedésükben? Arra gondolok, hogy ma lemondott Karas Mónika. Nem tudom, hogy olvastátok-e. Nem, érdemes ide jönni. Örülök, hogy egy hírrel szolgálhattam neked. De milyen jó hírrel. A médiahatóság elnöke, az hivatalos az indok az, hogy új kihívások várják, vagy új kihívásokat keres, de azért én hozzáteszem, hogy 22. szeptemberében járna le a megbízatása. Még egyszer őt már nem lehetne egyébként a törvények szerint megválasztani. Most viszont még a jelenlegi kormány fog választani 8-9 évre újabb elnököt. Ez az egyik, a másik pedig Varga Judit által benyújtott törvényjavaslat. Ez mind így a napokban történt és történik. Mit gondoltok erre? Egy tiszta hatalomtechnikai játék, különösen az első, tehát a média tanács, ami tudjuk, hogy felelős azért annak a közmédiának a működését, annak a működése egyébként önmagában felér egy választási csalással. Azért ezt mondjuk ki. Tehát az, hogy az ellenzékot nem tudja megjeleníteni torzításmentesen az álláspontját évek óta, az egy ilyen helyzetben az felér egy választási csalással. És teljesen egyértelmű, hogy arra az helyzetre is felkészülnek, hogyha kormányváltás lesz, és akkor bebetonozzák ezeket a szereplőket. Ez világos, ez folyik, ez nem most kezdődött, talán nincs is összefüggésben azzal, ami most zajlik az előválasztással, de én sokkal fontosabbnak tartom a Fidesz szempontjából és a választás kimenetele szempontjából is azt a egy példátlan osztogatást, amit már említettem, a költségvetésből finanszírozott kampányt, amire egyébként az elmúlt 30 évben még ilyen mértékben nem volt példa Magyarországon. Nem volt példa ennyire a választások között. Tudjuk, hogy mi lesz a vége. Itt egy nagyon komplex programot valósít meg a Fidesz, és nagyon finom úriember módjára fogalmaztál, amikor azt mondtad, hogy hatalomtechnikai megoldásokkal látjuk magunkat. Ezek én szerintem szintiszta, majdnem azt mondtam, hogy bűncselekmény, de nem, nyilván a mai jogi helyzetben nem az, nem bűncselekmény, ez megint csak a választóknak a rút átverése, ami itt folyik.
egy saját magánérdek, és itt magánérdeknek tekintem mindazt, amit a Fidesz akar. A vagyonátmentést, ezek az alapítványokba való bevagyonozást, a személyi kinevezéseket, amelyek nem egyszerűen hatalomtechnikai kérdések, hanem megbénítják, vagy megbéníthatják a következő kormányt, és pontosan ez a célja. Nem más, mint az, hogy amit kijelentett Orbán Viktor 2030-ig akar uralkodni, ma már tovább, mert hogyha kiszámoljuk ezeket a Karas Mónika új embereként megjelenő majdani médiahatóságot, az már túljúli 2030-al is. Köszönöm a beszélgetést nektek. Köszönjük szépen.